Sokszor szokták azt kérdezni az emberektől, vagy hívők egymás között egymástól, hogy ki a kedvenc bibliai szereplők? És akkor mondanak híres karaktereket. De amikor vannak az ilyen, nem filmfesztivál, vagy lehet, hogy filmfesztivál, vagy Oscar átadók, akkor vannak különböző kategóriák, hogy legjobb főszereplő, ő az emberek kedvence. De valami legjobb mellékszereplő, azt hiszem. Ki a kedvenc mellékszereplő a Bibliában? Gondoltál már erre? A családi állítatunkban a Józsui könyvével ma este fogunk végezni igazából, és van ott egy nagyszerű mellékszereplő. Nagyon szeretem Kálebet, és ma este őt óra szeretnék megnézni, pár erényt, őnek milyen erényei voltak. Ugye elég jól ismert a történet, meg a tanulságai is, és a tulajdonságai, de hiszem, hogy bátorít bennünket. Annál is inkább, mert őnek elég erős jelleme, karaktere volt. Ugye kellenek emberek, akikre felnézett az ember, vagy a társadalom, ugye hősök, akik mintáról szolgálnak az emberek előtt. És ugye azt írja a Biblia ilyen szinte könnyelműen, hogy hát Illés, hát ő ember volt, hozzánk hasonló, hát legyél olyan, mint Illés. De hogy persze, hívjon le tüzet a mennyből, vagy nem szokott csodákat tenni, feltámasztani embereket. De Kálebb is egy ugyanilyen hős igazából, ahogy kiállt az igazságért, és ahogy meg is lett jutalmazva. Ő azért közelebb állhat hozzánk. Ő nem csinált semmi nagy csodát, nem kötődik semmi csodás dolog az ő nevéhez. Talán kicsit közelebb áll hozzánk, és könnyebb akkor Kálebbre hasonlítani. És nyissuk ki a Bibliánkat a Józsué 14. fejezeténél. És ott van már ez az időszak, amikor hát a zsidóknak a honfoglalása az már nagyjából lezajlott, és jön a földosztás, és Kálebb oda megy Józsuéhoz. És ezt a történetet látjuk itt a Józsué 14.6-tól 15-ös fejezet végéig olvasnám. Józsué 14.6-tól. Ekkor oda mentek Józsuéhoz, hozzámennének pedig Józsuéhoz Júdának fiai Gilgálba, és mondanék ki a kenizeus Kálebb, Jefunné fia. Te tudod azt a dolgot, amelyet beszélt vala az Úr Mózesnak, Mózesnek, az Isten emberének, én felőlem, és te felőled Kádes Barneában. 40 esztendős vadék, mikor elküldött engem Mózes, az Úrnak szolgálja a Kádes Barnából, hogy kikérleljem a földet, és úgy hoztam néki hírt, amit az én szívemben van. Atyám fiai pedig, akik feljöttek vala velem, elrémítették a népnek szívét, de én tökéletesen követtem az Urat, az én Istenemet. És megesküvék Mózes azon a lapon mondván, bizony a föld, amelyet megtapadott a te lábad, tiéd lesz örökségül, és a te fiaidé mindörökké, mivel tökéletesen követted az Urat, az én Istenemet. Most pedig ímé megtartott engem az Úr életben, amint szólott vala. Most 45 esztendeje, amióta szólott vala az Úr e dologról Mózesnek, ami alatt Izrael a pusztában bolyongott vala, és most ímé 85 esztendős vagyok, és még ma is olyan erős vagyok, amilyen azon a napon voltam, amikor elküldött engem Mózes. Amilyen akkor volt az én erőm, most is olyan az én erőm a harcoláshoz, és járásra, kelésre. Most azért add nékem ezt a hegyet, amelyről szólt vala az Úr azon napon, mert magad is hallottad azon napon, hogy Anákok vannak ott, nagy, erősített városok. Hát, ha velem lesz az Úr, és kiűzöm őket, amint megmondotta az Úr. És megáldá őt Józsué, és odaadá Hebront Kálebnek, a Jefunné fiának örökségül. Azért jön Hebron a kenizeus Kálebé, a Jefunné fiáé örökségül mind a mai napig, amiért hogy tökéletesen követte vala az Urat, Jézabelnek Isten is. A Hebron neve pedig annak előtte Kirját Arba volt, aki a legnagyobb ember volt az Anákok között. A föld pedig megnyugodott a harctól. Kálebtől, amikor itt olvasunk a 6-os versben, akkor lehet olvasni az, hogy felmenekült. Ugye Józsuéhoz oda mentek Júdának fiai Gilgál.
Általában, amikor megemlítenek egy embert, akkor csak egy valakit írnak oda, hogy kicsodának a fia. De itt van ez a, az van ideig, hogy Kenizeus Káleb, de volt egy ilyen, hát Kenéz nevű ember. És miért érdekes ez, hogy ilyen nagyon ki van emelve, hogy honnan való az a Káleb, kicsoda ez a Káleb. Őről azt kell tudni, hogy valójában egy prozelita volt, ugye kik voltak azok a prozeliták, akik vér szerint nem úgy születtek izraelitának, hanem később csatlakoztak, ugye átmentek az ilyen rituálékon, különbetélkedés, és igazából a hit által csatlakoztak az izraelitákhoz. És azt látjuk, tehát azt mondja, hogy a Kenizeus Káleb, kik ezek a kenizeusok, ki ez az ősatya, akiktől származnak ezek a kenizeusok. És az 1 Mózes 16.35-ben azt olvassuk, 1 Mózes 16. Rossz verset írtam be. Nincs annyi vers a fejezetben. Hát most nem fogom itt a keresővel visszakeresni. De tudom, hogy olvastam ilyen verset a Bibliában, hogy Edom, vagy Ézsónak van egy leszármazottja, és annak az elsőszülött fiának vannak több utódai, akiket azt írja a Biblia, hogy ilyen nevű fejedelem, olyan nevű fejedelem, és a többi, és a többi. És igazából, tehát Ézsónak a leszármazottja, az ő egyik gyerekétől vannak ezek a kenézieknek, a kenéznek, a kenéz fejedelemnek a leszármazottja. Tehát igazából ez a család, ez a vérvonal, ahonnan Káleb származott, egy eléggé előkelő vérvonal volt, hiszen ugye az edómiták, azok Ézsótól származnak. Tehát ő neki ott a Edómiában, vagy nem tudom, hogy hívták ezt az országot, ott az edómiták között egy jó kis helye lett volna, ilyen nem tudom, gróf vagy nagy báró lett volna, ilyen kisebb uralkodó, tehát fejedelem volt ott az ő családja. És mégis, ugye, amikor már jönnek kifelé az izraeliták, tehát nem arról van szó, hogy amikor bolyongtak azokon a vidékeken, a pusztában, akkor összetalálkoztak ezek a kenéziek ezzel a vonuló izraeli népvel, és azt mondták, hogy hát álljunk át az ő oldalukra, hanem már jóval korábban ez a család úgy döntött, hogy én csatlakozok az izraelitákhoz. És tehát Kálebnek a felmenői hoztak egy jó döntést. Valaki volt ott abban a családban, aki egy áldásos, egy olyan döntést hozott, amelyik lett áldása, lett maradéka, lett egy olyan vérvonal, amivel az igazság olyan beletoltva és lett továbbadva. És később, ugye amikor azt mondom, hogy Mózes elküldi Kádes Barnába a kémeket, akkor 12-t küld ki, a 12 törzsből egy-egy azt olvasok főembert. És Káleb, ugye azt mondja, hogy a Józsuéhoz mentek a Júdának fiai, tehát Júda törzsében egy előkelő családá vált ott is az ő dinasztiája. És ezek az emberek, tehát akik kémek voltak, ezek is főemberek voltak. És Káleb inkább azt mondta az ő családja, hogy nekem nem kell az ottani főemberkedés, én inkább csatlakozok a zsidókhoz. És nézzétek meg, hogy Isten ott is hogy megáldotta őket. Kb. Olyan, mint a József, hogy mindegy, hogy hová kerül, mindenhol jó szerencsés lesz, mindenhol áldás kíséri igazából őt. És Kálebnek is egy ilyen felmenője jól döntött. Ők tehát a hitüket azt nem örökölték, hanem az ő meggyőződésüknek a gyümölcse volt. Ugyanúgy, mint olyan később is. Például ugye az út is csatlakozott a zsidósághoz. És ahogy ő itt főember lett a Júda között, egyben példa is lett igazából az emberek előtt. És 12 példaértékű ember ki lett választva annak idején Kádes Barnába, hogy menjetek el, és mondjátok meg, hogy kb. A nép szemével, hogy a nép menne oda be, akkor mit látna ott azon a földön. És Kálem is elmegy, mint a nép vezetője, mint a törzsnek a vezetője, és mint a júdaiaknak a példája. És mégis, amikor visszajöttek, akkor 10 ember rossz példa volt. Mégis azt látjuk őnál, hogy azt mondja a felolvasó
szakaszban, hogy amikor visszajöttem, akkor az én szívem szerint szóltam. Azt mondtam el igazából, ami a szívemben van. Mondhattam volna azt, amit a többiek is mondtak, és egybehangzóan én is a tényeket elsorolhattam volna, hogy jó, Anák fiai laknak ott, amúgy kik ezek az Anákok, ezek az óriások. Nagy, magas, száros emberek vannak ott, és igaz volt az az állítás, hogy persze úgy nézünk ki az ő szemükben, mint hogyha a sáskák volnánk, és eltiportnak bennünket, és semmi vagyunk mi hozzájuk képest. De mégis azt mondta, hogy azt mondja, hogy a szívében van. Mert az ő szívében ott volt Isten. És ott volt az a bátorság, amit elsősorban megemlítenék, hogy Kálebnek volt igazi bátorsága. Nem csak a föld népével szemben, nem csak azokkal a kánaáni erős, száros, magas emberekkel szemben, hanem volt bátorsága, úgymond nem a tömeggel menni, vagy nem azzal a többi 10 kémmel menni, nem egyetérteni velük. Habár az ő állításaik igazak voltak, és az ő riogatásaik úgymond jogosak voltak, mégis volt bátorság azt mondani, hogy ott van egy nagyon erős többség, de én attól elhatárolódok, és elmondom azt, ami a szívemben van, hogy őszintén elmondom azt, ami az igazság, amit az Úr az én szívembe helyezett, és manapság mindig az ez, hogy ilyenfajta bátorságra szükség van, és Kálev nem csak hogy a Judának tudott jó példája lenni, hanem nekünk is. Milyen nagy példa, hogy nem azt csinálta, hogy hát a tömeg követése, nem tudott más tenni. Tehát ez nem volt egy ürügy az ő számára, arra, hogy ő is helytelenül cselekedjen és elbátortalanítsa a népet, hanem elhatárolódott őtőlük. És bizony kell bátorság, főleg ugye manapság egy, de inkább amikor eltorzult, elfertőlt az igazságtól, a realitástól egyre messzebb kerülő ideológiák kerülnek elő a világban. Kell bátorság ahhoz, hogy az ember azt mondja, hogy ha kell, akkor én az a 2-12-et résszel tartok, nem pedig a 10-12-eddel. Az ő élete az igazából azért tudott szívből szólni, mert az ő egész szíve, az ő egész élete Istennek volt szentelve, és az Istennek szentelt élet az teljesen független tud lenni az őt hétő környezettől. Tehát ő is ugyanabban a környezetben volt, ő is ugyanazgatta a valós állításokat látta, tapasztalta, mint a többi elbátortalanító kém, de mégis az Isten szerinti élet az nem engedte azt, hogy azok legyenek hatással őre. Kálebnek más volt, hogy a nézőpontja a többi kémhez képest. Ő ugye Istent látta nagynak, tehát látta azokat a nagy óriásokat, látta a sokkal hatalmasabb, erősebb Istent, aki ott vonult velük állandóan a pusztára, ugye elmentek, azt hiszem 40 napra a Kánaán földjét kikémelni, a többiek 40 nap alatt elfelejtették azt, hogy például minden nappal tűzoszlop van, minden éjszaka, nem, bocsánat, fordítva, minden nappal felhőoszlop van, és minden éjszaka valami világító központ ott van a közében a Szent Sátor föld, és tűzoszlop ott van állandóan, és elfelejtkeztek Istenről. Mégis Kálev, 40 napja alatt, nem felejtette azt, hogy létezik Isten. Oda-haza, majd nem úgy haza, tehát Kálev barnában a név ugyanúgy fel kell minden reggel, és összegyűjtögeti a mannát magának, és abból létezik. De ezek az emberek, a többi 10 kém, az elfelejtette ezt az egészen, és megváltozott az ő nézőpontjuk. Az óriások, így magukat az óriások alá rakták, amikor azt mondták, hogy sáskák vagyunk az ő szemükben. Szükség lett volna talán egy olyan emberre, mint Elizeus. Ugye neki is a szolgája az kicsit nyitű volt, amikor azt látta, hogy az ellenség körbezárta az egész várost, és innen nincs menekvés, a csapdába szorultunk. De mégis ugye Elizeus imádkozott, és Isten egy mennyei látást adott ennek a szolgának, és látta azt, hogy akik körül zárják őket, azok vannak igazából körül zárva az Úr seregével. És Kálebnek milyen látása volt? Kálebnek látta ezt az egészet, látta lelki szemszögből, ellentétben a többi kémmel. Tehát Kálebnek a bátorsága az igenis példaértékű, és követnünk kell manapság is az ő bátorságát. Aztán meglátjuk az ő hűségét, az ő ragaszkodását,
hanem igazából Isten ígéretéhez. Ugye kijelenik itt, hogy megesküdik Mózes azon napon mondván, és te is emlékszel arra a napra, mert te is ott álltál veletem, és mi ketten álltunk a jó oldalon, és nézd meg, most bizonyosan igazunk le, és te emlékszel arra, hogy Mózes megígérte nekem azt a földet. Sőt, nem is volt más, akinek mondhatná azt, hogy na te emlékszel rá, mert ugye az egész nemzedék kihalt. Tehát az egyetlen ember, az oda ment, akinek tényleg mondhatta azt, hogy na ugye emlékszel, hogy miről volt szó azon a napon. Mózes megígérte neki, hogy amelyre te mentél, amit te kémleltél ki, amely földet a te lábad tapadott, az te megkaphatod örökségül. És ugye akkor el is mondja, hogy volt 40 éves, aztán másik 40 éven keresztül az én kollektív büntetés részeként ő is együtt menetelt a többi izraelitával, aztán azt olvasok, hogy 85 éves most már, hogy a föld megnyugodott a harcba, tehát akkor 5 éven keresztül háromszakot foglalták el az izraelitáinak először a déli, aztán az északi részét, pont ezeket a fejezeteket olvasgattuk, és a térképpel együtt nagyon érdekes volt nézni, hogy mert hogyan módították el az ígéret földjét. Tehát 5 év alatt elfoglalták ezt az egészet, és így már 80 évesen oda megy Józsaival, és azt mondja, hogy figyelj, van egy közös ígéretünk, van egy olyan ígéret, amit te is hallottál, és most már akkor kérem szépen ezt az ígéretet. És tudom, hogy Isten az, aki éltette ezt a kádárat, és Isten volt az, aki megtartotta őt is. És azt mondja, hogy olyan erős vagyok, mint akkor, amikor elmentem kigémelni a földet. És Isten volt az, aki megcselekedte azt, hogy ne legyenek időskori betegségei, ne váljon a tereka, vagy a lába, ne ragadjon be, vagy nem tudom ilyenek. Mint ahogyan Isten meg kímélte az izraelitákat is attól, hogy a cipőjük elnyűjjön, vagy hogy a ruhájuk elkopjon. És Isten volt az, aki éltette Kálebet, de gondolom, hogy Kálebben ott volt az az ígéret, ami szintén tudta őt éltetni, hogy én megadtam azt az ígéretet, és ha még csak egy kicsit kitartok, akkor az az enyém lehet. Ha még ezt a csatát megvívom, akkor elnyerhetem azt az ígéretet. És ott volt neki ez, mint egy ilyen kapaszkodó, amit állandóan feleleveníthetett magának, hogy ha most is tűrök, ha most is kitartok, ha hűséges leszek az Úrhoz, akkor ő megadja az ígéretét. És nekünk is vannak igazából ilyen ígéreteink. Biztos vagyok benne, hogy azért már idősebb hívők vagytok mindannyian. Volt olyan nehézség az életedben, amikor nem tudtál semmit sem csinálni, csak oda rottál Istenhez, az ő igéhez, és csak olvastad, és abból nyertél bátorítást, hogy olvastál egy verset, és hú, ez az, amiben tudok kapaszkodni. Ezt meg tudom ragadni. Ez tovább visz engem az egészben. Ez egy ígéret Istentől, ami miatt fel tudok állni innentől, ahova leroskodtam, és azt mondom, hogy jó, de akkor veled megyek tovább. Veled ezzel a te ígéreteddel, ez az arany röggel, amit találtam a te ígédben, na ezzel akkor tudok tovább menni, felegyenesedni, és harcolni igazából ezeket a nehézségeket. Hát is igazából ugyanígy ezekben az ígéretekben kapaszkodott. Az ő hűségét az is mutatja, hogy nagyon-nagyon türelmesen várt. 45 éven keresztül várni egy ígéretre, az rengeteg idő. A Jelenések könyvében, Jelenések 6, 10 és 11-ben azt olvassuk, hogy Uram, de szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állsz bosszút, ami végünkért azokon, akik a Földön vannak. És kicsit tovább a 11-ben. És mondhaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak. Ugye itt van szó arról, hogy a pecséteket sorra nyitják fel, és ez igazából az ötödik pecsétnek a felnyitása. És ott is vannak emberek, akik azt mondják, hogy Uram, meddig kell várni még? Mikor lesz már igazságszolgáltatás? És Isten azt mondja, hogy hát még egy kicsit, még egy kicsikét várjatok. És Józsué is tudom bizonságot tett az ő hűségéről, az ő türelmén keresztül. És ha valamivel, akkor ezzel igazán erősen be tudod bizonyítani a te hűségedet. Akár az Istenhez való hűségedet, vagy más emberekhez felé való hűségedet is.
az ígéret földjére. Tovább ment Egyiptomba, kis kitérő, visszatért megint, ott volt a célnál, de igazából úgy nem kapta meg azt a földet. Persze vett volna egy telket, ahol temetkezés csinált. Nem volt az övé az egész, vagy nem lett ő volt olyan királyá, vagy uralkodóvá, mint ahogy meg lett neki ígérve, hogy az egész a tiéd lesz. És az ő gyermeke, meg az ő gyermeke sem volt ott senki befolyásos. Vagy hát befolyásosak voltak ugye ott, mert jó nagy gazdaságra tettek szert. Nem voltak ők uralkodók, nem volt birtokokban az egész földrész. Pedig ők mindannyian várakoztak, és megkapták ezt az ígéretet, és vártak. És Kálev is igazából megkapta ezt az ígéretet, és ő is csak várakozott. De Isten mégis milyen kegyelmes, hogy az Isten kedvessége, hogy ő tényleg fizikailag is megkapta ezeket az ígéreteket, és tényleg élvezhette. Ugye arra szokás gondolni, hogy hát én most akarom megkapni ezeket a jó dolgokat, mert most ki tudom élvezni. Tehát mit érek azzal, hogyha életem utolsó előtti napján megkapom, és akkor az utolsó előttén, egy fél napon, meg az utolsó napon élvezem azt az egész jó dolgot, amit megkaptam, mint ígéretet. Az ember azt akarja, hogy most szeretném ezeket. Isten pedig nem mindig adja meg ezt. Mint ahogy a Ábrahámnál is azt látjuk, hogy nem megkapta, viszont azt olvassuk róla a Rúghoz írt levélben, hogy ezek mind jobbat kaptak. Lehet, hogy jobbat is kap, mint az Istennek az ígérete, vagy lehetséges az is, mint amit itt Kálev esetében is látunk, hogy tényleg át lehet venni itt a Földön ezeket az ígéreteket, ezeket az áldásokat. És talán nem is, veszük észre ezeket a jó dolgokat, vagy ilyen áldásokat, amiket itt elvehetünk, itt a Földön, hogy már most élvezhetjük igazából azokat. Kálev tehát nagyon bátor volt, kiállt az ő kortársaival szemben, az ő hűségéről tett tanulmány bizonyságot, és harmadsorban pedig megemlíteném azt, hogy nagyon önzetlen volt. Amikor idejött Józsuéhoz, akkor nem büszkélkedett, nem? Tehát első olvasásra talán úgy tűnik, hogy Kálev fényezi magát, és az ő erényeit mondogatja, hogy milyen hűséges voltam, meg milyen kitartó voltam. Hogyan ragaszkodtam az Úrhoz. De igazából, ha visszaolvasok ezeket a verseket, azt látjuk, hogy igazából azt csinálja, hogy másokat idéz. Tehát Kálevnek az erényeiről nem saját maga Kálev tesz tanúbizonyságot, hanem idézi azokat, akik már bizonyságot tettek ő róla. Tehát nem fényezte magát, hanem egyszerűen mondta, hogy Józsuéhoz, és elmondta ezt a kis monológiát. Tehát az ő mondani valója az rövid volt igazából, lényegre törő. Nem ő maga állította át ezeket magáról, hanem igazából Isten volt az, aki ezeket a jó dolgokat elmondta róla. És amikor ide jött, akkor ugye kéri ezt a területet, és milyen érdekes, hogy az egy legnehezebb területet kéri. Tehát nem azt mondja, hogy egy olyan területet kérek, ahol már az elmúlt évben kiűztük ezeket a kananeus népeket, hanem egy olyan területet kért, ami még nem is volt elfoglalva. És nem csak, hogy elfoglalatlan volt, hanem direkt egy olyat kér, ahol valami óriások vagy anákok laknak. És lehetett volna azt mondani, hogy na, látjátok, annak idején ti hogy féltetek ezektől az óriásoktól, és én most megyek az óriások ellen. Már mondhatta volna, de ki nem mondja, hiszen az a generációt már mind kihalt, akik ezt az egészet látták. De mégis abba az irányba kezdett el menni, ami a legnehezebben elfoglalható hely volt, amitől annyira féltek az ő kémtársai. És az ő özetlenségét mutatja az is, hogy nem kért segítséget hozzá. Nem azt mondta, hogy Józsué, akkor kérem azt a földet, meg még kérek hozzá embert, a Júda törzséből 15 ezer ember talán elég lesz, még a Benyáminból 1000, Efraimból 2000. Nem azt mondta, hogy én elmegyek, és az Úr azt nekem adhatja. Azt mondja, hogy alakok vannak ott, és nagyon is erősített városok, hát ha
veled lesz az Úr, és kiűzöd őket, amint megmondotta az Úr. Most, ki az, aki ott volt Kálebbel? Később ki az, aki segítette a Kálebnek? Volt segítsége. Ugyanis a Józsuéban is, illetve a Bibliák elején is olvasok azt, hogy hogyan megy ő, és hogyan foglalja el ezeket a városokat. És az egyik városnál elkiáltja magát, hogy aki beveszi ezt a várost, annak feleségül adom ezt a lányomat, Akszát. Nem tudom, mennyire ismerős ez a történet. És van ott egy vitéz, fiatal, szerelmes, fiatal ember, aki elfoglalja azt a várost. És úgy hívják őt, hogy Otniel. És később ő lesz az Izraelnek az első bírája igazából. Ezért mondtam ilyen könyvének az elején. És Kálebb igazából kapott segítséget. Nem kért, nem mondta ezt Józsuénak, hanem azt mondta, hogy hát ha az Úr velem lesz. Az elmúlt 5 évben, mint hogy eléggé nagyon felültett volna az Isten, szinte karcsapások nélkül nyertünk, anélkül, hogy tettünk volna valamit, városok, falai omlottak le, azt olvasok, hogy Isten darazsat küldött ő előttük, és nem is kellett lengetni a kardjukat, mert elfutottak ezek az emberek maguktól, és kiürültek ezek a városok, és kaptak olyan földet, amit nem ők ültettek, olyan olajfákat, olyan szőlőket, amiket nem ők plántáltak, olyan házat kaptak, amit nem ők építettek. És mindezek után Kálebb azt mondja, hogy hát, ha még velem lesz az Úr. Láttam, hogy egészen idáig velünk volt, és bízok abban, hogy na még egy pár hétig vagy hónapig, amíg azt a vidéket elfoglalom, akkor is velem lesz az Úr. Volt valamilyen, volt múltja, volt bizonsága, amire tudott támaszkodni, és ezért nem kért igazából segítséget Józsuétól. Kálebnek tehát volt a bátorsága, a hűsége, az özvetlensége, és amikor ezek az elények megvannak ő benne, akkor látjuk azt, hogy kap jutalmakat. Hát, megkapja igazából ezt a földet, amiért még egy utolsó picikét kell dolgoznia, elfoglalni azt, de mégis mint egy jutalom megkapja mindezt 45 év után. Ténylegesen fizikailag kézzel megfoghatja ezeket az ígéreteket. Én gondolom azt, hogy Kálebb sokszor tekintett erre a vidékre a szívében, mert azt mondja, hogy azt a vidéket kapott meg, amerre temettél, amit lábad megtapodott. 45 éve keresztül mindig visszaemlékezett arra, hogy ott van az a hegy, a házigó a hegytetőn, és milyen jó lenne azt megkapni, és azért megküzdeni egyszer majd. És én nem gondolom azt, hogy probléma az, hogy valaki a jutalmat amihez, vagy arra gondol, hogy hú, megcsinálom ezt a szolgálatot Istenért. Azért már tudom, hogy jutalmat kapok. Hogyha rossz lenne az, hogy a hívő előtetőként a jutalomra, ami vár őre, akkor nem hiszem, hogy Bibliában ennyire sokszor lenne említve. Vagy nem hiszem, hogy ennyire sokféle jutalom lenne ott lengetve előttünk, hogy ilyen olyan koronákat lehet szerezni, és hogyha hűséges vagy, hogyha szolgálsz, akkor megkapod ezeket, mint jutalmat. Pál is azt mondja, hogy végezetre eltéthetnék az igazság koronáját, sőt ezt az igazság koronáját. Négy hív, mint várunk, és négy adom az élet koronáját. Mi is kaphatunk jutalmakat, amikre előre lehet tekinteni, ami tudnak átvédni bennünket, akár 45 éven keresztül is. Ott van az ő jutalma, például az ő hosszú élete. Biztosak a szüleik tisztelte, mert annak van az ígérete, hogy tisztelte a atyádat és anyádat, vagy hosszú életünk legyél. De Isten is megtartotta az ő életét. Sok csatán keresztül ő is küzdött, és életbe maradt. És megkaphatta a végén az ő jutalmát. Ugye kapott még több erőt ahhoz, hogy elfoglalja ezt a vidéket. Azért tudja Isten által azt mondani, hogy még most is olyan erős vagyok, mint amilyen akkor voltam. Hát ez eléggé szokatlan. Vagy egy ilyen idős ember ugyanúgy forgatja a kardot, és ugyanúgy képes fizikailag harcolni, mint annak idején. Megkapta tehát ezt a földbirtokot, és azt mondja, hogy megáldául Józsué, és odaad el Ebron Kálebnek. Kapott áldást, kapott békét, kapott nyugalmat, és tudod, az a jutalom, az az ajándék, az a végszó, hogy ami Istentől van, az mindig ilyen jellegű, hogy azon áldás van, azon békesség van, azon nyugalom van. Tehát fontos az, hogy megemlékezzünk Istennek az ígéreteiről, hogy legyenek azok a szívünkben, és akkor való
szeretnék követni, mint az ilyen nagy hithősöket. Pál apostol, mint az újszövetségi hívőknek a mintája, vagy Dávid király, mondjuk Dávid sem tett csodákat. Kálevet és az ő erényeit nem könnyű követni. Ő azt csinálta, hogy Istent látta nagynak, nem pedig a problémát, vagy az akadályt. És ez az, ami kell nekünk is, minél egy bátorságot adjon. Ugye azt olvassuk a Róma 8.31-ben, a Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ugye az Urat szolgálta, te is ugyanígy sok hosszú éven keresztül. Én hiszek, bízok abban, hogy Isten meg tudja adni nekünk a jutalmát, akár már itt a Földön is, mint olyan Kálevnál láttuk. Imádkozzunk. Mennyi atyám, köszönöm szépen azt, hogy valóban lehetnek olyan ígéretek a te ígédben, amiket meg lehet ragadni, és amivel tovább lehet menni, ami mint egy erős támasz tud lenni, és azon föl lehet egyenesedni. És köszönöm, hogy adsz példát arra, hogy emberek elnyerik azt, amit te megígértél nekik, és hanem adjál nekünk is kitartást, elnyeressük ezeket az ígéreteket, hogy bennünk vagy, mindig ásegítesz bennünket. Kérlek, adj nekünk is bátorságot, kitartást, főleg a világ történelmek ezen az időszakán, amikor nehézségek vannak, és az igazságot, hamissággal fel akarják tartóztatni. Kérlek, Uram, add, hogy ha tudjunk az igazságot, mindig hűségesen mi is megmaradni. Az Úr Jézus nevében.